Üdvözlöm nézőinket, Önök az RTV 35. adását látják. Kérem, tekintsék meg képes műsorajánlónkat. Itthon-otthon magazinunkban Vad Mártával beszélgetünk, illetve a székelyhédi konzuli napról láthatnak beszámolót. Kilátó magazinunkban a diószegi borversenyről és a szalacsi kórus találkozóról láthatnak összeállítást. Végül híradóval jelentkezünk. A héten zajlottak a próbavizsgák a 8-osok számára. Erről és az idei évben várható többi vizsgáról kérdeztük Vad Márta igazgatónőt, és szintén ezen a héten tartottak maratoni konzuli napot Székelyhídon. Itthon-otthon magazinunk következik. A héten az elmúlt napokban zajlottak a 8-osok próbaképesség vizsgái. Hány tantárból szervezték meg a felmérést, és mennyire voltak nehezek a tételek a tavalyiakhoz képest? A héten zajlott, kedden, szerdán és a mai napon az utolsó. Magyar, román nyelv, matematika és magyar nyelv és irodalomból. Román tételekre a kollégák azt mondták, hogy elérhetőek voltak. Tehát aki készült, tanult, nem volt nehezebb az átlagosnál. A matematika tételek egy picikét nehezebbre sikerültek, mint a tavalyi vizsgatételek. Ezt így elmondható. A magyarul még nem tudok nyilatkozni, jelenleg is itt vannak a kollégák. Minden este dolgoztunk, este 8-ig itt ültek a javítótanárok. Körülbelül 32 tanárral dolgoztunk, akik javították első kézről, másodkézről a dolgozatokat. Hány 8-os diákot érint a képességvizsgai Székelyhídon? És milyen eredményekre lehet számítani? Sok 8-os diákunk van, hála jó Istennek. 4-en tanulnak román szekción, és 84 gyermekünk van, aki magyarul tanul. Aki tanul, az természetesen érhet el szép eredményeket. A mostani eredmények még nincsenek publikusan, nyilvánosan. Voltak gyenge eredmények is, de volt 9-80-as eredmény is. Tehát aki tanult, az tudott jegyet írni most is, jó jegyet. Milyen jelentősége van ennek a felmérésnek? Ez egy gyakorlati jellegű. Gyakorlati lenne a diákoknak, hogy szokják a vizsgahelyzetet, hogy tudják, hogyan kell kitölteni egy vizsgalapot, mit jelent az, hogy időben ott vagyok, személyt viszek magammal, mert ugye néha elfelejtjük. Ugyanúgy gyakorlat a tanároknak is. Nagyon sok kezdőpedagógusunk van, az, hogy a katedra másik oldalán vizsgáztatóként is állok, felvigyázóként is állok, ez mindenkinek egy tanulási folyamat. Reméljük, hogy ha az eredmények nem is annyira pozitívak véletlenül, akkor abból úgy gyermek, szülő, tanár mindannyian okulni fogunk. Mindenféleképpen ezeket az eredményeket feldolgozzuk, és megpróbálunk, amennyiben az idő engedi, hogy néhány olyan lépést tegyünk, hogy próbáljuk javítani ezeket. Az Oktatási Minisztérium még milyen más felméréseket, újításokat vezetett be ettől a tanévtől kezdődően? Sok változás volt. Most ugye zajlott a héten a 8-osok szimulálása, hát ezt így hétköznapiasan mondva mindenki így nevezte. 2 hét múlva a 11. és 12. osztályok fognak egy ilyen próba érettségit tenni. Ez is hétfő, kedd, szerda, péntek 4 napon keresztül fog zajlani. Nagyon nagy szervezést igényel, mert ugyanakkor azt szeretnénk, hogy minél kevésbé zavarja meg a tanítás menetét. Reggel 9 órától zajlottak a héten is, jövő héten is ugyanígy fognak, 2 hét múlva is ugyanígy fognak zajlani a vizsgák. Biztosítani kell a felügyeletet, osztályonként 2 tanárral, biztosítani kell, hogy a többieknek is rendben menjenek az órák. Komoly logisztikai munkát igényel egy ekkora intézménynél. A 2., 4. és 6. osztályokban is egy ilyen országos felmérésre kerül sor az idén. Mikortól kell számítani ezekre? A 2., 4., 6. osztályos felmérések május folyamán fognak zajlani. Ezek újdonságok, teljesen premier jellegűek. A 2. osztályosoknál, itt egy kicsit még én is segítek magamon, lesz román nyelvből, lesz anyanyelvből és matematikából 3 napon keresztül. Az volt a minisztériumnak az elgondolása, hogy ezt próbálják meg, főleg a kicsiknél is, minél kevésbé stresszes felmérésé alakítani. Ezért is a piciknél, a 2-osoknál a tanítónéni lesz bent. Ez egy ilyen 40 perc munka, 10 perc szünet, tehát ilyen formában fog zajlani, és akkor kezdjük előről az egészet, tehát nekik még szünet is lesz közben.
kíváncsi vagyok, hogy hogyan fog gyakorlatban ez lebonyolódni. A negyedikeseknél már tanárok fognak felvigyázni, de ha jól tudom, akkor a saját osztálytermükben. Ez természetesen még nem végleges, mivel csak törvénytervezeteket olvastunk ebbe a vonatkozásba. Hatodikosoknál összetettebb lesz, mert nyelvi és irodalomból fognak, és akkor ebben benne lesz úgy az anyanyelv, mint a román nyelv, mint az idegen nyelv is, amiből vizsgázni fognak. Mi is kíváncsi vagyunk a tételekre, hogy hogyan fognak kinézni, illetve matematika és tudományok egyben lesz. Kicsit érdekesebb felállás. Ezek az ellenőrzések pontosan mire szolgálnak? Mit várunk el tőlük? Második, negyedik, hatodik osztályok számára szervezett felmérők élesben mennek, nem úgy, mint a 8., 11. és 12. szimulálások. Azt szeretnénk látni, hogy gyakorlatilag milyen szinten sajátították el az írásolvasás készségét, matematikai és egyéb tudományok terén mire tettek szert a gyerekek. Alap dolgokat próbálunk megnézni. Általában véve, milyen a különbség a gyerekek évvégi átlagai és a záróvizsga eredményei között egy-egy tantárgyra vonatkoztatva? Ezzel nagyon sokat foglalkoztak a tanfelügyelőség szintjén, úgy Románia szintjén is az idei évben, minden iskolára le volt bontva, mi is készítettünk hasonló felméréseket. Általában nagyobbak. Mivel az 5-8, most mondjuk beszéljünk a 8-os eredményekről, itt összehasonlították országos szinten az 5-8 osztályok végén elért 4 éves átlagot, illetve a 3 vizsgatantárgy átlagát. Természetesen én szerintem valós eredmény az, hogy nagyobbnak jött ki a 4 év átlaga. Mivel itt több tantárgyról van szó, ahol a gyerekek jobban ki tudnak bontakozni, illetve nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy mit jelent egy írásos vizsgahelyzetben tett értékelés, illetve mit jelent az, hogy a tanár, aki helyesen értékel, az egész folyamatot értékeli, azt a fejlődést, amin a gyerek elmegy, honnan indul és hová jut el. Pedagógusként, igazgatóként hogyan látja, mennyire veszik komolyan a mai diákok a tanulást, meg egyáltalán a felméréseket? Ezeket a felméréseket sajnos nagyon kevesen veszik komolyan, pedig lehetne belőle tanulni. Nagyon sok munkát igényel, löblet munkát a pedagógusok részéről, több eredménye lehetne. Talán az, amit az előbb említettünk, hogy a 8. osztály végén, ugye 3:1 arányban fog az átlag és a felvételi jegy oszlani, egy kicsikét megrázhatja az ifjúságot, hogy egy picit jobban foglalkozzanak a tanulással, sőt, voltak olyan híresztelések, hogy jövőre visszavezetik a régi rendszert, miszerint meg kell írni bizony azt az 5-öst minden tantárgyból. Ezen már most kezdhetnek gondolkozni a jelenlegi 6-os, 7-es diákok, hogy le kell ülni tanulni. Sajnos, ha nem konkrét a cél, nem kézzel fogható, nincsenek keretek és egy pici szorítás, akkor egyre kevésbé foglalkoznak vele. És egy kicsit a kicsikre térve, mikortól kezdődnek a 0-osok beiratása, és pontosan hová kell jöjjenek a szülők? Megjelent ennek is a módszertana. Február 24 és március 14 között szeretettel várjuk azokat a szülőket, akiknek a gyermeke most tölti be a 6. életévét, szeptember 1-jéig. Ezek a gyermekek azok, akik iskola kötelesek, ők kerülnek az előkészítő osztályba. Kérnénk szépen a szülőket, hogy fáradjanak be az iskola titkárságára, minden nap, hétfőtől kezdve reggel 8-tól este 8-ig lehet jönni, szombaton is, délelőtt 1 óráig. Ez 3 héten keresztül áll rendelkezésükre ez a lehetőség. Itt ki lehet tölteni a formanyomtatványt, és elektronikusan kerül bevezetésre, regisztrálásra mindaz, ami a beiratkozással kapcsolatos. Ugyanakkor jövő héten lesznek azok a felmérések, amelyekre jelentkezhetnek azok a szülők gyermekükkel,
akik nem töltik be szeptember 1-ig a 6 évet, hanem szeptember 1, az idei tanév, idei év szeptember 1-e és december vége között lesznek 6 évesek. Akik úgy gondolják, hogy gyermekük iskola érett, és szeretnék beiratni, azok meg kell keressék az iskolát egy kérvénnyel, és a jövő héten lezajló pszichológiai felmérésen kaphatják meg azt a visszajelzést, hogy igen, gyermekük iskola érett-e, avagy sem. Ez is szükséges a beiratkozáshoz a részükről. Azok a szülők, akik valami úton módon kimaradnak ebből a 3 hetes időszakból, mit tehetnek? Lesznek további beiratkozási periódusok is, mindenféleképpen keressenek meg minket, és akkor útba tudjuk őket igazítani. A 0. osztályba, az előkészítő osztályba iratkozó gyermekek szüleit, ha óvodások, ha nem, nagy szeretettel várjuk csütörtökön 16:30 a múzeum nagy termébe, ahol tanítónénik lesznek jelen, akik már az előkészítő osztályokban tanítottak, egy kicsit be tudják mutatni, mit jelent ez, ami után nagy szeretettel várjuk a szülőket egy sétára, elmennénk és megnéznénk a közelben néhány 0. osztályt, hogy nézzék meg, hogy hol tanulnak jelen pillanatban az előkészítős gyermekek. Hogy lássák, érezzék, és hogy nagyon nagy szeretettel várjuk őket. A Székelyhídi RMDS szervezésében február 19-én újabb konzuli napot tartottak, amikor is a kolozsvári magyar főkonzulátus munkatársai helyben végezték az ügyintézéseket. Ezen a konzuli napon több mint 100 család adta le honosítási kérelmét, 78 anyakönyvi kivonatot osztottak ki, többen intézték magyar igazolvány kérelmeiket, valamint regisztráltak a magyarországi választási névjegyzékbe. A maratoni konzuli nap végén Fodor Tamás konzult kérdeztük a magyarországi névjegyzékbe való regisztrálásról, illetve az április 6-ai választáson való részvétel feltételeiről. Elsősorban, ami már augusztus 1-e óta zajlik, ugye mindenképpen regisztrálniuk kell ahhoz, hogy a magyar választói névjegyzékbe felvételt nyerjenek, tehát ha most egyszerűsítve kell mondanom, akkor aktiválják a választójogukat. Ez nagyon fontos, hogy ezt mielőbb megtegyék, hiszen erre körülbelül március közepéig van igazából lehetőség, sőt biztatnám nagyon a választópolgárokat, vagy a jövendőbeli választópolgárokat arra, hogy online tegyék meg ezeket a regisztrációkat, mert úgy sokkal gyorsabban megy a feldolgozás. Milyen módozatok vannak, hol találják meg az online regisztrációi lehetőséget, vagy esetleg postai úton is megtehetik ezt? Természetesen postai úton is megtehetik, ugye minden magyar külképviselet ebben segítséget nyújt, így ugye a Romániában működő bukaresti nagykövetség, csíkszeredai és kolozsvári főkonzulátusok. Személyesen, hogyha bemennek, lakcímkártyát magukkal kell hozni, és akkor a kollégák segítenek az ügyfeleknek, vagy hogyha valaki otthonában szeretné, akkor a Nemzeti Választási Iroda honlapjára kell, az nvi.hu-ra kell ellátogatni, és ott lehet ezt megtenni. Ha sikerült a regisztráció, hogyan zajlik tovább ez a folyamat, hogyan kapják meg a választópolgárok a szavazólapokat, és hogyan jut ez el a szavazatszámlálási osztályra? Mindenki fog egy visszaigazolást kapni a megadott elérhetőségei valamelyikére arról, hogy először sikeresen regisztrált, tehát felvették a választói névjegyzékbe. Ezt követően pedig, ugye mivel a külföldön él a magyar állampolgárok, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, postai úton tudják leadni a szavazataikat, meg fogják kapni a megadott címekre, elérhetőségekre a szavazócsomagokat, és ezeket a melléket kitöltési útmutató alapján szépen nyugodtan, alaposan, pontosan kitöltik, és akkor a válaszcímre kell ugye visszapostázniuk. Hogyha valaki nem szeretné postára adni, akkor a külképviseleteken lesznek kihelyezett gyűjtőurnák az ügyfélfogadási terekben, ahol le tudják adni ezeket a csomagokat. Mindenképpen ezt is azt javaslom, hogy a megérkezést, tehát az átvételt követően mi hamarabb adják le, hogy ezeket a csomagokat március 24-től lehet majd átvenni, azután kerülnek kézbesítésre, és mindenképpen még ugye április 6-át megelőzően kell természetesen adni, tehát javaslom, hogy senki se adja az utolsó pillanatra. Kilátó magazinunkban a 13. Bihardiószegű borversenyre és a 3. Szalacsi kórus találkozóra látogattunk ki.
Köszöntöm nézőinket innen Bihardi Jószegről, ahol a helyi önkormányzat és az Icsi Gazdakör közös szervezésében zajló évenként hagyományosan megrendezett borversenyen veszünk részt. Kérem, tartsanak velünk, fedezzük fel együtt az idei nedűket! A diószegi borversenyre 21 település borásza összesen 229 bormintával jelentkezett a meghirdetett három kategóriában. Így a Popadorin elnökletével és Szoboszlai Hilda, Kis Zoltán, Szakály Zoltán, ifjabb Csávosi György és Szoboszlai Csaba tagságával dolgozó zsűri 142 fehér száraz, 23 fehér aromás és 64 vörös bormintát bírálhatott. A rendezvény a Bihardiószegi Önkormányzat és az Icsi Gazdakör közös szervezésében valósult meg. Mados Attila polgármestert a gazdakörrel való közös munkáról, közös tervekről és közös célokról kérdeztük. Hát én úgy gondolom, hogy amiben az önkormányzat be tud segíteni, az a láthatósága a Bihardiószegnek és a Bihardiószegi borvidéknek. Mit értünk láthatóságon? Olyan rendezvényeket igyekszünk szervezni, ahol a termelők tudják önmagukat reklámozni, illetve természetesen Bihardiószeget is, mint borvidéket reklámozni, illetve ennek a hírnevét továbbvinni. Van-e olyan terv, esetleg pályázat, elképzelés, amely visszahozhatná a Bihardiószegi borok régi nagy hírnevét? Folyamatban van egy borút nevezetű pályázatunk, amin a padalját, illetve Diószegnek egy részét lefogjuk, egy borutat fogunk kialakítani ezeken a vidékeken, ami segíteni fogja a termelőket. A főszervező Zicsi Gazdakör részéről Várdai József a gazdakör megalakulásáról és tevékenységéről beszélt stábunknak. A Zicsi Gazdakör 1992 után alakult. Szerette volna felölelni azt, ami régen abban maradt, a hegyközséget szerettük volna visszaállítani. Sajnos ez nem annyira sikerült. Inkább a szőlő ültetésbe, a borászatba jeleskedünk. Piaca van-e a Bihardiószegi bornak? Hál' Istennek el tudják adni. A nagyobb pincészet, ahol 13 hektár, 6 hektár, az már direkt úgy van beállítva, hogy van, mondjuk most 2014-ben vagyunk, 13-as éves járatot zsűriztek ma, 12-es, 11-es, visszafele vannak borai. De a kis gazdáknak általában csak frissen az előző évben szedett boraik vannak. És eladják, eladják. Ha nagy baj van, ha nem tudnák eladni, akkor pálinkát csinálnak belőle. Azt mondják, az jobban, nincs annyi, nem annyira igényes. A rendezvényen jelen volt Bíró Rozália szenátorasszony, Cseke Attila és Szabó Ödön képviselő úr is, akit az érmelléki borok értékesítési gondjainak lehetséges megoldásairól kérdeztünk. Meg kell tanulni a gazdáknak is, hogy addig, ameddig nem jut el egy telepítés, egy olyan méretre, hogy olyan szintű bort tudjon produkálni, amelyik valóban folyamatosan tud szállítani egy polcrendszerre, és mindig ugyanaz a minőség, ugyanazon a polcon ott van, addig össze kell tudni állni. Tehát én azt gondolom, a jövő az mindenképp abba az irányba kell, hogy elmenjen, hogy a térségnek a borászai együtt próbáljanak értékesíteni. Szövetkezeteket kell létrehozni, vagy termelői csoportokat kell létrehozni, és együtt próbálni eladni, hisz jelen pillanatban mindenki megtermeli azt a bort, amit a pincében tartogat, és várja, hogy mindenki jöjjön érte, és valahogy vigye el. Én azt gondolom, hogy össze kell állni, és nagyon jó borok vannak, egyre jobb borok vannak a térségben. Azt mutatja a mai borverseny is, hisz 230 mintánál többet adtak le. Egyre jobb, a tavaly már elmondta a zsűri, hogy a tavalyi év volt az első év, amikor minőségi, hiba nélküli borokat is lehetett folyamatosan zsűrizni, tehát egy hibás bor sem került a zsűri elé. Én azt gondolom, tehát a minőség egyre jobban javul. Most már, ha úgy tetszik, azon az átkon kell túllépni, hogy az én házam, az én váram és az én pincém csak az, amiben gondolkodom. Nyilvánvalóan a piacra megfelelő üzemméretben lehet felkerülni. És én azt gondolom, hogy erre előbb-utóbb megszületik az az elhatározás, amiben a térségben a bortermelők, a szőlőtermelők össze tudnak állni, és meg tudják teremteni azt, amit ilyenkor kell. Legutóbb hallottam, hogy Magyarországon, amikor
bort vásároltak, egy kínai delegáció jelent meg, és azt mondták, hogy 40 kamiont kérnének ebből a fajtából. Tehát, hogy ugye a méreteket azért, és Magyarországon sem tudták ezt teljesíteni maradéktalanul. Én azt gondolom, hogy el kell jutni arra, hogyha valóban a piacokat szeretnénk növelni, akkor azt meg kell érteni, hogy növelni kell folyamatosan azt a termést, amit tudunk hozni. De ezt nem feltétlenül úgy, hogy a saját termésemet tudom növelni, hanem azt, hogy a térségben összefognak a gazdák. Az eredményhirdetés időpontjára zsúfolásig megtelt a Bihardió Szegi Kultúrotthon. A gazdák megterített asztal mellett várták a zsűri döntését, mely szerint a 229 borból 3 nagy arany született, s mindegyik a Bihardió Szegi Ánka pincészethez köthető. Így fehér száraz bor kategóriában a diószegi Ánka pincészet Sauvignon leánykája lett az első 19,60-as pontszámmal. Fehér aromás bor kategóriában a legnagyobb 19,37-es pontszámot a debreceni Juráskó István muskotája kapta, míg a vörösborok között 19,63-as pontszámmal a diószegi Ánka pincészet Fekete Leányka bora győzedelmeskedett. Az elbírált borok mienségéről a Villányi Csányi pincészet főborászát, Szakály Zoltán zsűritagot kérdeztük. Azt kell mondjam, hogy igazából egy jó közepes kategória volt a boroknak a nagy része, a borok gerince. Főként ugye fehér borokat kóstolhattunk, egy kevés rozét, illetve egy kicsit több vörösbort. Hát a fehér boroknál voltak a legszebb, legkiemelkedőbb tételek, főleg királylányka fajtából, illetve volt még pár Riesling fajta és egy Sauvignon Blanc, ami nagyon szép volt. A rozék közül, ami ugye egy technológiai bor, és azért háztai körülmények között nehéz belőle egy szép gyümölcsös bort készíteni, de egy volt egy Cabernet Sauvignon tétel, ami megkapta az aranyérmet, illetve a vörösboroknak a nagy része az 2013-as volt, tehát nagyon fiatalok még, de ott is azért szerencsére találtunk 2-3 olyan tételt, amiben nagy potenciál van, tehát van jövőjük ezeknek a boroknak. Úgyhogy én összességében azt gondolom, hogy azért szép borokat tudtunk kóstolni, tehát a nagy része az ugye az ezüstérem környékén mozgott. A 13. Bihardió Szegi borverseny jó hangulatát Szőcs Lőrinc vezetésével a Kovász Nóta zenekar biztosította. Köszönöm kedves figyelmüket! Találkozunk március 1-én Székelyhídon a 20. alkalommal megrendezendő érmeléki borversenyen. Addig is egészségükre! Szombaton délután magyar nótáktól volt hangos a Szalacsi Kultúrotthon. Szabó Irma, a Szalacsi Örökzöld Asszony kórus vezetője 3. alkalommal szervezte meg a kórus találkozókat. Kisebb község révén nem tudják felvenni a versenyt a városokkal, ezért csak 2 évente kerül sor az esemény megrendezésére. Február 15-én a helyi kultúrotthonban a község polgármestere Horváth Béla, majd Cseke Attila RMDSZ-es parlamenti képviselő köszöntötte a megjelent kórusokat, kifejtve azt, hogy nagyon fontos a község életében a kultúrája, az, hogy mennyire ápolja hagyományait, az, hogy mennyire tud mozgatni minden generációt kicsitől nagyig. Ugye az első kórus találkozó 2010-ben volt, akkor ünnepelt a kórus a 10. fennállásának a 10. évfordulóját, ugye ez immáron a 3. kórus találkozó. Én úgy gondolom, hogy ezt meg kell rendezni minden második évben, ugye község lévén nincs lehetőségünk arra, hogy minden évben megrendezzük, de minden második évben, mivel a községnek a fejlettségét nem csak az mutatja, hogy mennyire van az kiépítve, hanem maga a közösség, a közösségi szellem, a hagyományőrzés, és ez a kórus, ez a legmegfelelőbb példa Szalacson arra, hogy mennyi mindent el tud érni egy kis tenni akarás. Segítséget megpróbálok nyújtani úgy szervezésben, vagy szponzorkeresésben, vagy bármilyen más segítségben, amivel előrébb tudunk haladni, és meg tudjuk szervezni ezt a találkozót. Köszöntőjüket a kórus találkozóra érkezett 8 kórus dala követte. Elsőként a Székelyhídi Búzavirág népdalkör, őket követte Pintér Vivien, 5. osztályos tanuló, a Nyíradonyi Pávakör, a Porcsalmai Búzakalász férfi kórus, az Albisi Vadrózsa vegyes kórus, az Érmihály falvi Veres László Zsolt városi kórus, valamint a Bartók Béla hagyományőrző citerezenekar, a Székelyhídi férfi kórus. Az estén éneklő utolsó kórus
a Szalacsi Örökzöld asszonykórus első asszonykórusként alakult meg Bihar megyében. Vezetője Szabó Irma néhány tudnivalóval látott el minket a kórus alapításról, valamint a kórus találkozót illetően. Ennek a kórus találkozónak az az üzenete, hogy ápoljuk hagyományainkat, ápoljuk a népdalt, és tudjuk átadni unokáinknak is. Ennek a kórus találkozónak az ötlete ezelőtt 14 évvel a faluban megérkezett egy vajdasági kórus, és az nekem nagyon megtetszett, és akkor támadt az ötletem, hogy én ezt megalapítom. Elsők voltunk Bihar megyébe, mint asszonykórus. Mennyire van rá igény Érszalacson? Hála jó Istennek, igény van rá. Az emberek már kérdezik, hogy Érmus lesz-e megint kórus találkozó, és adományokkal segítik, hogy ez jöhessen létre. Hány tagból áll az Érszalacsi kórus? Az Érszalacsi kórus 12 tagból áll, van egy nótafán, Kertész Viola néni, aki 87 esztendős, és majdnem 600 népdalt ismer. Mióta tetszik énekelni? Hát már 6 éves koromtól, óvodás koromban megkezdtem az énekelést. Hány népdal tetszik ismerni? 570-et. Milyen gyakran tetszik fellépni Szalacsi kórustaként? Szalacsi napkor, március 15-én, amikor ünnepély van, akkor szoktunk mindig. Hát szeretném átadni, nem akarnám a sírba elvinni, és nem akarnak a fiatalok jönni, tanulni a nótákat. A közös danolást mi sem zárhatta volna szebben, mint a közösen elénekelt nemzeti himnusz. Az estét közös és jó hangulatú vacsora zárta, mi mással, mint danolással. Kérem, tekintsék meg híreinket röviden. Székelyhídi Múzeum épületében február 18-án a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ munkatársai lakossági fórumot tartottak, melynek témája a román-magyar határszakaszon tervezett közlekedési fejlesztések voltak. A Románia és Magyarország együttműködésében várhatóan 2014 és 2020 között európai uniós és nemzeti forrásokból megvalósuló fejlesztések lehetőséget nyújtanak a térségek, települések felzárkóztatására, a kétoldalú gazdasági és emberi kapcsolatok élénkítésére. Szombaton délután került sor a Vidéki Ifjúsági Szövetség Éradonyi tagszervezetének megalakulására a helyi óvoda épületében. Szalkai Szabó Zsuzsa helyi pedagógus kezdeményezésére mindegy 30 fiatal gyűlt össze, hogy a jövőben szervezett formában tudjanak tevékenykedni településükért. Az alakuló gyűlésen jelen volt Cseke Attila, a körzet RMDSZ-es parlamenti képviselője, aki saját maga is ifjúsági szervezetben kezdte munkásságát. A Vidifisz részéről Tőtös Norbert regionális alelnök volt jelen, aki ismertette a szervezet munkásságát, programjait. Tekintettel arra, hogy egy új szervezetről van szó, a jelenlévők nem választottak elnökséget, hanem egy egyenjogú, öttakú vezetőséget nevesítettek, akiknek feladata lesz a szervezet működésének beindítása, valamint vezetése. Székelyhídon a 20. érmelléki borverseny március 1-én kerül megrendezésre. A szervezők a borverseny napján a lakodalmas házban 9 és 1 óra között várják a benevezőket. A versenyre száraz fehér, aromás fehér, valamint vörös borokkal nevezhetnek a gazdák. A nevezési díj boronként 30 lej, mely tartalmazza egy étkezés költségeit és a borverseny utáni bárra szóló belépőt. A bálon a talpalávaróról Pontos József zenekara gondoskodik. A szervezők mindenkit szeretettel várnak, borászt, borkedvelőt és szórakozni vágyót. Szabó Ödön parlamenti képviselő február 26-a szerda délelőtt fogadóórát tart a székelyhídi RMDSZ székházban. Jelentkezni Fekete Katalinnál a polgármesteri hivatalban lehet.
Az Érhangja Egyesület felvételt hirdet leendő újságíróknak, fotósoknak, televíziós szerkesztőknek, bemondóknak, operatőröknek, vágóknak, technikusoknak, rádiós műsorvezetőknek. A jelentkezéshez szükséges egy motivációs levél, amiben meggyőzöl minket, hogy tényleg szeretnél a médiában dolgozni, és ha már tettél le valamit a média asztalára, mellékeld a leveledben. Kérdéseidre a válaszok az érhangja1@gmail.com oldalon, és a 0762 83 03 44-es telefonszámon február 25-éig jelentkez. Interjúzzunk február 28-án az RTV stúdiójában. Munkatársaim nevében köszönöm a figyelmüket, jövő héten új adással jelentkezünk, viszontlátásra!